A fehérjék irreverzibilis kicsapása. Szükséges eszközök és felhasznált anyagok. Kémcsőtartó, 2 darab kémcső, borszesz égő gyufával, üvegbot, kémcsőfogó, cseppentő, 10%-os ételecet, főzőpohár, tej, szűrőpapír, tölcsér, bunzenálvány. A főzőpohárban lévő tejhez csepegtes 10%-os ételecetet a csapadék megjelenéséig. Közben néhányszor keverd meg az üvegbottal. Önts az egyes számozású kémcsőbe az ecet savas tejből. Melegítsd a kémcsőfogóba helyezett anyagot borszesz égő lángja felett. A maradék ecetsavas tejet szűrd le a bunzenálványba helyezett szűrőpapíros üvegtölcsér segítségével. A keletkezett szűrletet töltsd a 2-es számú kémcsőbe, majd a szűrletet melegítsd. A 10%-os ecetsav hozzáadása esetében a tej egyik fehérjéje kicsapódik, koagulálódik. A hétköznapokban is lejátszódik ez a folyamat a tej megsavanyodásakor. Az első esetben, amikor az ecetsavas tejet hőhatás éri, az összetömörödik, túró lesz belőle. A második kémcső tartalmának szűrőpapíros átszűrése után tejsavót kapunk, ami a melegítés hatására fehér csapadékot képez. Ez azért alakul ki, mert a tejfehérjéi között vannak olyanok, amelyek savakra kevésbé érzékenyek. Hő hatására azonban ezek is kicsapódnak.